Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás május 8-áig. Itt látható egy barátnő. Amennyiben ez a hölgy a te barátnőd, akkor itt erről a házról van szó. Vagy szeretne téged meglátogatni, vagy lesz egy meghívás. Ez a ház utal költözködésre is, hiszen itt van ez az álom, ez a vágy. Lehet, hogy nálad, lehet, hogy nála a barátnődnél. És itt látható a szerződés, ez örömteli. Azt is jelentheti ez a kapcsolat a barátnőddel, hogy ti szeretnétek együtt kiépíteni valamit, és kihat a hivatásra. Ami őt illet, tehát a férfit. Itt olyan, mint egy részeg ember, nem látja át a dolgokat, elesik, hibázik, és ez a barátnő lehet az ő ismerőse is, egy másik hölgy. És ez a kapcsolat fogva tartja őt. És itt lesznek változások, hiszen minden összeomlik kettőjük között. És itt ez a bölcs férfi azt jelenti, akkor ő tanult ebből a helyzetből. Ami kettőtöket illet, a szerelmet. Itt lehet házasság, egy közös otthon, valami örömteli, itt van a szerelem, de tartsd meg a büszke tartásodat. És ez az idős hölgy lehet természetesen egy idősebb néni, de utal a te tartásodra is. Légy visszahúzódó, tartsd meg a belső nyugalmadat, figyeld az eseményeket, és hozd bölcs döntéseket. Ez a férfi itt van a középpontban, és gondoskodik rólad, tervez veled egy közös otthont. De az ő hátterében megjelenik egy ravasz nő, hamisságokkal. Itt kihívásokról, harcról, vitáról, veszekedésről van szó, és az anyagiakról. Lehet, hogy ez a hamis nő pénzt követel tőle, és ő olyan, mint egy börtönbe, ki akar lépni ebből a helyzetből. De te ne avatkozz bele, légy ez a visszahúzódó bölcs hölgy. Hamarosan változik a helyzet, hiszen itt minden összeomlik. Lesz valami örömteli esemény. És ez a gyermek itt utal az ő ártatlanságára, és utal egy új kezdetre is. Valami elszomorít téged, és ez az utazás. Lehet, hogy ő úton van, de legyen meg a hited. Erre utal itt ez a főpap, mert hamarosan tervez veled együtt egy közös utazást. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderám!